Végre péntek! Így is van, érkeztünk a hétköznapok utolsó napjához, és ez azt jelenti, hogy lassan átmigrálunk a hétvégébe, de előtte még szokásos kis podcast összenetünket így bedobjuk a közösbe. Danival, Gergővel, szevasztok! Halló, halló, sziasztok, igen. Péntek van, úgyhogy ismételtem. Végre péntek, erre vártunk. Dani, mi volt ez a rángás az előbb? Visszaigazítottam a fülemre a fejhallgatót. Az remek. Mi a helyzet, srácok, hogy telt a hét, a szokásos kérdés? Jó. Bálint koronás vagy? Nem vagyok koronás, megfáztam. Mert akkor szeretnénk megkérni arra, hogy fáradják. Akkor itt van ez a kézfertőtlenítő, légy szíves, a biztonság kedvéért nyomja a szádba egy ilyen 4-5 pumpányit belőle. És gargarizálj vele. Tudod, mint a gyerekkorod nagy színész, vagy fiatalkorod nagy színésznője, hogy csinálták. Dani, hogyha, de hogyha jó. Nem közelítesz a számhoz, akkor nem lesz probléma. Csak szólok. Most jó. Mi? Tehát nem... Most miattad nem fogom fertőtleníteni itt a számot. Ha... Srácok, a végére egy szoktuk hagyni az ortóságot, még nem telt el 2 perc az adásból. Na, ez semmi ortó kezdődik. Nem volt abban, amit mondtam. Ja, tényleg. A Bálint. Nekem se, csak udvariasan visszautasítottam egy kínálást. Közeledést. Egy kínálást, így is lehet fogalmazni. Na, egyébként a mai napon nem hárman leszünk itt a végre péntekben, hanem velünk van már egy állandó vendégünk, hogyha ezt ki lehet jelenteni. Fire Reject, azaz Dani. Ismételten egy Dani. Üdvözlök mindenkit, én is. Ja, de rég jártam már itt, olyan jó érzés, most is kell otthon érzem magamat itt a podcasten. Mi is örülünk, amikor itt vagy. Figyú, mikor voltál itt utoljára? Karácsonykor, nem a karácsonyi adásban. Igen, amikor kibeszéltük a japán karácsonyt, meg így különböző környező országoknak a karácsonyi szokásait, hogy náluk mi a meta. Ja, nagyon igen. Egyszerű megállapítani egyébként, ha megnézed a videókat, ami 3-nál több megtekintés van, azon itt volt a Dani. Körülbelül igen, ez általában így szokott lenni. Örülök neki, hogy segíthetek nektek. Köszönjük. Lapátolj a kattintást. Nem igen. Tálcához, a talicskán. A Dani betolja nekünk talicskán a megtekintéseket. Tényleg, ha már megtekintések, Dani, mi a helyzet a csatornádon? Hogy áll most? Szépen lassan ível felfele, már több mint 12 000-en vagyunk így feliratkozó ügyileg, úgyhogy én majd örülök a farkamnak, mint majom, tudod? Igen. Van az úgy. Az ember örül neki. Egy kisebb városnyi ember. Dani, azért ez durva. Hát most az olyan, mintha herendben mondjuk a 90 éves mama meg az újszülött is azzal kezdeni feliratkozik a csatornádra. Ez tök jó. És ha lány lennél, már megérni OnlyFans-t indítani. Az egészen biztos, abban már sok pénz lesz. Sőt, lehet fiúként is már megérni ezen a ponton. Na jó, nem. Ez egy nagyon rossz viszvat. Nehogy. Van az a pénz. Figyelj. Nem vagyok kurva, de 20 000 az 20 000. Van az a pénz, Gergő, amiért gyűröd a ditkókat az OnlyFans-en kamerába. Simán, öreg, simán. Hát nekem nem hiszem, hogy meg lenne az a pénz. Ja, egyébként ez így körvonalazza a mai dolgot, amiről fogunk beszélgetni, de még mielőtt belevágnánk. Cicik és... Csöcsök és segg, igen. Nem, amúgy nem erről fogunk beszélni. Hogy telt a hét, Dani? Kicsik és durvák. Találkoztál valami idiótával az utakon? Vagy történt valami? Nem. Most nem volt. De mondjuk nem sokat vezettem a home office alatt, tehát hogy én most home office-ba nyomom. Uh-huh. Úgyhogy a vezetés most így nem része az életemnek. Ha a Dirt 2-t nem számoljuk bele, de ott meg ugye én vagyok az egyetlen idióta az úton. Tehát ott így ki tudom élni magam. Egyébként javaslom a közlekedés hasonló kvalitásokkal rendelkező tagjai számára is, hogy ez egy kiváló játék, 5600 forintért megvásárolható PS Store-ból. Nyomjad, ennyi. Lehet nyomatni, érted? Bárki elé kanyarodhatsz, nem para. Hát igen. Én a GTA-ba is, csak ott még fegyverem is volt. Hogy... Szóval, Bálint, neked a hét? Hogy pergett? Mondom, megkehésettem. Ennyi? Semmi extra hát nem volt? Azért ez kitölti, azért ez be is korlátoz, hogy nincs kedvem azért annyira MSK-ni sehova. De voltál valami mozit megnézni? Hát az egy ilyen kis mini urbexes túra volt. Ja, van egy kertmozi, de... Ugye örök urbex szabály, hogy nem lőjük le azt, hogy pontosan hol van ez a helyszín. Veszprém mondjuk egy ilyen 10 kilométeres sugarú körében kell keresni, és hát érdemes volt Balaton felé indulni, elmenni Almádiba, és addig még nem átmenni Alsőrsre, és a kettő között valahol. De ne várjunk el, hogy hol, ugye? Ja, ott régi kertmozi, belógtam oda, megnéztem, nagyon durva, benőtte már ugye a gaz, fű, és még mindig ott van a vászom, vagy hát amire vetítettek. Kicsit így a megelevenedett a múlt. Még, ja. Még hallottam még a Szellemírtók 1-nek a visszhangját. És nem bírságoltak meg, Bálint? A Jobbik felemmel épp azon rédzseltünk a héten, hogy nem. Ha lemész a Tagore sétányra, igen. És eszel egy fagyit,
Azért megbírság. Az egy 100 000-es fagyi. Aha. De ha lemész és rágyújtasz, az is. Az is. De cigizni se szabad. Az is. Komolyan? Igen. Most már cigizni se szabad? Nem, maszkál nem hagyhatja az orcádat. Ja, akkor ez egy kacsa hír volt. Akkor hiába rédzseltünk rajta. Nem, akkor viszont logikus az a szabályozás. Ez a klasszik kommentelő volt, hogy nem mehettek fagyit, bezzeg a dohányosok. Nem, tehát hogy ugyanúgy. Szóval és a gyerek bírja ki hazáig. Vagy hogyha el tudod színni maszkon keresztül a cigit, akkor lehet, meg a fagyit is. Egy kis lyukat vágsz rajta, és így csak kilógrom. A lyuk az már nem játszik. De nem? Akkor tuti nem vagy koronás, érted, ha átszívod a maszkon. Tehát ahhoz azért kell tüdőkapacitás. Ja, lehet, hogy ahhoz annyira nem árt. Kemény. Meg ilyen úszószemüveg, tudod, ez a snorkelezés, ez nem jó, mert beszívod, és megáll benne a füst. Na most itt a maszkos dolog, és hogy kivel mi történt a héten, most akkor elmesélem én is. Maszkos hős lettél? Lucsador lettél, maszkos Luchador harcos. Lucsador lettem, így van. Nem, Buena amúgy... Gergő. Pattogó. Nem, amúgy az történt. És milyen színű a ruhád? A Lucsador szerkó? A Lucsador szerkom? Ilyen fekete narancssárga. Nagyon kemény. Az nagyon jó. Az nagyon odaver. Bálint, neked milyen színű lenne a Lucsador szerkód? Azt se tudja, mi az a Lucsador. Definiáld. Ez a mexikói birkózás. Amikor ilyen szopóállat van tudom, a fejükön. Tudom. Rózsaszín és babakék. Nem, testszínű. Testszínű? Annál ijesztőbb szerintem az nincsen. Az a legnagyobb troll. Annál már csak egy nagyobb troll van, amikor ilyen átlátszó latex. De válít azon a testszínű lennének Melvin Bonnak kihagyva rész, mint a Batman valamelyik rész. És tudod, de ne, kihagyva lenne, tehát hogy ott hiányozna az anyag. Tudod, és akkor a real bimbe. A bimbe is így kilógna, és amikor nagyon berédzsel, akkor lenne egy ilyen special movie, hogy két bimbó csipeszt így föltesz. Nagyon jó. Én arra gondoltam, hogy ilyen... És azt mondja, hogy csúnya rossz fiú voltál, most elkaplak. Még hogy fekete fésztól ilyen megfelelő helyekre ilyen szőrszálakat rajzolnék rá. Nagyon rossz. Dani, te milyen Lucsador szerkód? Neked ilyen kawaii? Ja igen, ez a pink, meg lila, meg az a lényeg, hogy minél cukibb színek legyenek rajta, akkor már megadjuk a módját, hogy tényleg a hiájt, ugye? Ja. És flitteres. És flitteres. Igen. Azt hittem, az enyém volt félelmetes, de ez az osztály. Dani nyert. Yeah. Neked militári lenne. Igen, de a szadomazó vonalon, tudod. Nagyon jó. Kell ilyen hosszú ez a gázállat, ez az első világháborús, amiből egy lóg a cső elől, meg ilyen hatalmas szűrő, azzal bunyóznék, hogy csapkodnám a fejemet, és így pak. Tényleg pestis állat. Pestis doktor. Azt én egyébként gondolkoztam rajta, amikor kirobbant ez a korona, hogy rendelek egy ilyen pestis doktor maszkot, és abba fogok mászkálni. Egyik ismerősöm megtette ezt. Rendelt olyat, csak az volt a baj, hogy a Vistől, ahonnan rendelte, nem jól nézte meg, és rendelt véletlenül egy Overwatch-os Reaper maszkot, de tudod azt, annak is van ilyen pestis doktoros, és azt rendelte meg nem az eredetit. De mindegy. Ez de egyébként, annak. Ha pestis doktor maszkba mászkálsz, az valid, nem? Tehát, hogy ez maszkként elfogadott. Mm-hmm. Szájat és orrot eltakarja. Persze. Tudod, miért volt ilyen hosszú az orruk? Abban a maszkban. Raktak valami... Gyógyfüvek volt. Gyógyfüvek, és meggyújtották, hogy az is fertőtlenítse. Ja, valami ilyesmi. Nagyon király, ezt nem tudtam. Ja, most már okosabbak vagyunk. Kurva jól néz ki az a maszk. Mm-hmm. Aztán, amikor úgy megtudtam, hogy ez mi volt, akkor már úgy... Ugyannyira nem jött be. De azért érted, ott a haszkovón sötétedés után így négyen felbukkannánk ilyen pestis doktor maszkba. Lehet, mondjuk valami füstölővel. Lének. Tudod, mi lenne, jönnék. Mi van, zsidó? Mi? Ki jöttél este? Te rohadék, te nagy orru. Te hoztad ezt te ránk. Te kampós orru, te. Ja, lenne. De szerintem többen félnének tőlünk. Kutyák megugatnának, de mondjuk az amúgy is. Többen hánynának. Valószínűleg igen. Jó lenne a buli. Ja. Dani, tényleg, ha már csatornád és arról beszéltünk nem olyan régen, hogy most YouTube-ra streamelsz? Hát, átmentél a Twitch-ről? Az úgy volt, hogy egyrészt nagyon furának éreztem azt, hogy YouTube csatornám van, de inkább Twitch-en streamelek, ez már eleve nekem fura volt, viszont ott akartam elkezdeni, mert az otthonosabbot elkezdeni ezt az egészet. Viszont YouTube-ra, hogyha már át tudsz szokni, akkor ugye eleve ott volt a feliratkozóimnak a 100%-a konkrétan, akik utólag költöztek át Twitch-re, hogy kövessék a streamjeimet. Így úgy voltam vele, hogyha áthozom az egészet, azzal jobban járok összességében. És most is, nem is tudom, múlt hét pénteken volt már majdnem 100 néző stabilan az egyik streamemel, és azért az úgy már nem rossz. Az egyáltalán nem rossz. Mi a különbség a Twitch meg a YouTube között? A Twitch az kézre fekvőbb, sokkal felhasználóbarátabb. Könnyebben
teljesen értelmezhető az, hogy hogyan működik, mert YouTube-nál néha olyan hülyeségek vannak. De várjál most a néző szempontjából is, mert szerintem a YouTube, hát azon még én is eligazodom. Nézőként egyszerűbb, hogyha streamelsz, na akkor vannak fura dolgok, hogy ez elkezdesz streamelni, de nem megy ki, mert alapjáraton nem nyilvánosként volt bejelentve, szóval be kell menned a kis videókészítőbe, ott rá a streamekre, ott átrakni a publikusra a streamet, hogy lássák is az emberek, amik kivegy, és néha lekaparom magamat. Bűvös két kattintás. És akkor a feliratkozóidat lényegében buktad a Twitch-en? Azokat buktam, most egyelőre az lenne a lényeg, hogy ugye bevezessem a rendes, minek hívják ezt, a tagságrendszert YouTube-on, csak ahhoz, hogy ezt megtehessem, ahhoz el kell küldeni a YouTube-nak nekem egy PIN-kódot a rendes fizikai lakcímemre, csak a Magyar Posta az olyan gyönyörűséges, hogy egy év alatt nem tudták kihozni a 4 küldemény egyikét sem a lakcímemre, úgyhogy egy pöppet. Úgy mérges vagyok a Magyar Postára per pillanat, és kértem a következőt. És még mindig nem érkezett meg. Még mindig nem. Lassacskán lejár megint a határidő, hogy már egy hónapja jön. Uh-huh. Pedig igen. Amúgy néztem, most belenéztem több YouTube-osnak, videósnak, tartalomgyártónak így a live-jaiba, és elég sokan visszamentek YouTube-ra, miután bejött ez a tagságrendszer. Igen, meg eleve a Twitch az konkrétan egy ilyen lefele ívelő dolgokat ír most le, ahogy elkezdték csinálni ezt a copyrightos dolgot, a DMCA sztrájkokat, onnantól kezdve nagyon sokan ott hagyták az a lendülettel a Twitch-et, mert ez az elmentett videók, azok ugye bármi zene felbukkant benne, elképzelhető volt, hogy egyszer majd kitalálják, hogy az kemény copyright is bannolnak, meg még kapsz egy bírságot is. Tehát adott es, mondja csak. Csak mint a háttérben anyát hallgatja a rádiót, miközben főz, és te videót gyárt, az behallatszódik. Ha észreveszi az algoritmus, akkor bizony buktad. Akkor ott le lesz. Most per pillanat, most visszálltak arra, hogy csak le lesz mute-olva. Mi az? Tehát nem lesz hangja a videónak, annál a résznél, amikor megszólal a copyrightos zene. De... Hát az mikor? Az egy beszélgetős műsornál mondjuk elég gáz tud lenni. Igen. Nagyon kellemetlen tud lenni. De egyébként a VR-os srácok is ebbe futottak bele. Náluk is nagyon-nagyon sok streamer ebbe belefutott. Csak azt nem értem, hogy ugye alapjáraton Twitch-en ez egy tök jó dolog volt, hogy fogtad, Spotify-on benyomtad mondjuk a legnépszerűbb dalokat, aztán azok szóltak a háttérbe, és akkor volt egy hangulata a streamnek. Aztán amikor jöttek a változások, akkor mindenki úristen, nem szól slágerdalt hallgatni, és egy csomó olyan stream volt, ahol síri csend volt, amikor éppen nem beszélt a streamer, és az olyan rohadt kínos azt hallgatni. Akinek esetleg több türelme volt az összeválogatott videójáték zenéket magának, amik úgy jók, hogy valami azért szóljon a háttérbe, de az első hulláma a pániknak, hogy úristen, le leszünk bannolva Twitchről mindannyian, az nagyon rossz volt, és most még mindig fent áll ez a rettegés folyamatosan. És, hogy, és ha ilyen 70-es évek mulatós zené, az csak nem az, para, de, nem? De jogdíjas az is. Szerintem az is jogdíj alatt van, igen. És ha te dúdolod? Az nem, az eredetinek minősül. És hogyha valaki dúdolja melletted? Felveszel egy dúdoló ember. Ez már egy nagyon jó kérdés, ezt nem próbáltam ki. Én leszek a dúdoló embered nagyon szívesen. Hogy gondolj bele, így választasz magadnak egy ilyen, hogy is mondjam, familiárisan jobban pigmentált illetőt, aki jól beatboxol. És ott nyomja melletted. Megy a pum-fum-pum-fum, meg minden. Jó, én meg freestyle-olnék rá egyet, nem? Tényleg, gondold, de lerepelne. De miközben játszol. Igen. És közben videóhoz veszel fel hanganyagot, amiket ugye csinálsz az animékről, és azt freestyle-ozva nyomnád el. Azért, ha azt meg tudnám csinálni, úgyhogy rímel minden, és rappelve, na az lenne az új szintje ennek a fajta tartalomnak szerintem. Valószínűleg igen. Tényleg, és az animés videóidhoz az animés zenék az nem para, az nem copyrightos? Technikailag copyrightos, viszont mivel egyfolytában beszélek, ezért nem tudja észrevenni az algoritmus azt, hogy ez copyrightos zene. Szóval ezt nagyon könnyen ki lehet játszani, hogy csak beszélj folyamatosan. Akkor gyakorlatilag ilyen Scatman-ben nyomod. Ja. Folyamatosan minden levegővételemet kivágom folyamatosan az összes videómba. Az kemény, pedig neked azért elég hosszúak azok a videóid. Hát most a minap volt egy 28 perces. Aztán. És ezt végig minden levegővételt kát. Igen. Az kemény. Csak a hanganyag megvágása 2,5 óra volt, azt na, hiszem. Na, akkor ez mostantól, Dani, a te dolgod lesz, hogy a podcastunkban is kivágod a szüneteket. Hallod, Dani? Ja, tényleg, nem voltam elég érteni, Dani.
Ja. De csináljuk egy kísérletet, hogy beszélgetünk mindenki, meg elkezdek dudolni egy ilyen ismert számot, és vajon letiltja. De figyelj, azért egyébként, mert őt is Daninak hívják, meg engem is, az nem jelenti azt, hogy én is tudok vágni ezért hanganyagot. Hát megmutatom neked, és akkor menni fog. Meg ahhoz kéne valami eszköz. Idegesítő. Kérlek, hagyd abba. Kísérlet most, egy kísérlet. Hát jó, tegyük fel, hogy megvolt a kísérlet, jó? Konstatáljuk, hogy sikerült. Jó, hát majd tegyük fel, hogy nem voltál rá képes, és igen, hagyjuk úgy. Szegény, így is beteg, és mi piszkáljuk is. Jó kis ilyen blúzit ad kéne énekelnem egyébként, most a hangom ahhoz illő. Csak ja, semmi más nincs meg hozzám ezen kívül. Ja. Amúgy az igaz, hogy sok videóst néztem, aki azt mondta, hogy Twitch-en tudsz kiépíteni jó, hogy mondjam, nézői bázist, mármint abban a szempontból, hogy egy törzsbázis, tehát hogy ilyen törzsnézőket. Ebben van ott igazság. Egy közösséget könnyebben tudsz építeni, mint a YouTube-on, viszont Twitch-en meg nehezebben érnek el az emberek, mint YouTube-on. Igen, mert alapjáraton a Twitch nagyon rosszul van kialakítva, és nem támogatja a kezdő streamereket. Ugye alapjáraton, amikor felmész Twitchre és rányomsz, mit tudom, mondjuk a League of Legendsre, akkor kiket fog beadni első helyen? Azokat, akiket sokan néznek. Uh-huh. A legalján lévő emberek, akiket egy-két ember néz csak, a büdös életben nem találod meg őket, hogy még hogyha jó tartalmat gyártanak, akkor sem. Mert YouTube-on azért nagyobb az esély arra, hogy rád találnak, még akkor is, hogyha mondjuk adott esetben 15 ember néz. Yep, hát eleve elkezdesz streamelni YouTube-on, és az éppen futó streamedet azt ajánlja embereknek, akik éppen YouTube-on böngésznek, dobálja fel nekik, hogy nézd, ez az ember streamer, most láttad egy videóját múlt héten, nem akarsz ránézni? Így felajánlgatja a YouTube. Na, ilyet a Twitch nem csinál. Abszolút nem is próbálja támogatni a kezdőket. Úgyhogy neked kell megdolgoznod ezért, vagy pedig csinálod a másik megoldást, hogy fogod, lenyomod a streamedet, mint tudom, egy 3 órás streamet, abból csinálsz egy highlight videót, a legjobb pillanatokat, azt feltöltöd YouTube-ra, és hogyha esetleg mákodon és felrobban az egyik ilyen videód, akkor az alapján fogsz szert tenni Twitch nézőkre, és az a community az már követni fog téged folyamatosan mindenhova, csak elérni azt a pontot, hogy legyenek emberek, akik néznek téged. Ez baromi nehéz a Twitch-en. Szóval akkor azt mondod, hogy a Twitch jelen pillanatban leszállóágban van, így a copyrightos dolgok egy az egyben, most nagyon elindultak lefelé a lejtőn, ezt a YouTube is megélte régebben. De YouTube-on most sincsen, mármint, hogy most is ez van, tehát ott itt se lehetne alattunk zene. Igen, viszont itt már azért egy fokkal jobban ki lett alakítva, tehát itt eleve tudsz olyat csinálni, hogy ráírsz az eredeti zenének a megalkotójára, aha, és akkor kérsz tőle egy engedélyt, és hogyha megvan a hivatalos engedélyed, akkor használtad a zenét úgy, ahogy akarod. És a YouTube honnan tudja, hogy nekem van hivatalos engedélyem az ő zenéjét? Úgyhogy ezt neked kell megadni, kell egy... vagyis, hogy amikor feltöltöd a videót, és benne van az a zene, ami copyrightos, az eredeti birtokosa az kap egy üzenetet, hogy hey, hello, ez az ember a te zenédet használta. És akkor ő leokézhatja neked, hogy igen, neked megmondtam, hogy igen, te ezt csinálhatod, úgyhogy leokézza, hogy mert nem lesz korlátozás a videódon semmilyen formátumban sem. Ez nagyon hosszú folyamatnak tűnik. Ja, nagyon. Tehát ha mondjuk én szeretem Post Malone-t, ráírok Post Malone-ra, vagy a kiadójára, hogy mostantól a Végre Péntek alatt Post Malone-t szeretnék játszani, akkor minden egyes zene számához nekem engedélyt kell kérnem, amit én le fogok jelenteni a YouTube-nak. Jó, hogy várjál, Post Malone? Igen. Ez az előadó neve. Ez az előadó neve? Igen. Igen. Nem akarom tudni, hogy hogy adta magának ezt a nevet. Ne foglalkozz vele. Csak... Meg mindig dinnyét evett előtte. Pont, meg pont itt van a neve előttem, azért mondtam. És már megundorodott a dinnyét, és Post Malone, már túl van a dinnyén. Így van, a dinnyén túli világ. Figyú, Dani, mondtad, hogy nehéz elérni azt, hogy berobbanjon egy videód, vagy Twitch-en nehéz elérni azt, hogy felkapott streamer legyél. És mik a praktikák, mik a módszerek? Hát az, hogy nem Twitch-en szerzed meg a nézőközönségedet. Mert te, lényegében te is YouTube-on, igen, érted el. Hát, hogyha Twitch-en kezdtem volna az egészet, még mindig valószínűleg 10 nézőm lenne maximum. Most a gameplay-ekről beszélünk, ugye? Főleg. Most csak és kizárólag azokról. Jó, akkor egyszerűsítem. Akkor YouTube-on mi a titka? YouTube-on az a titka, hogy csinálj valami olyat, ami egy, vagy felháborítja az embereket, kettő, nagyon eredeti, és egyszerűen vonza az embereknek a figyelmét. Tehát ez alatt most azt értem például, most volt ugye decemberben jött ki a Cyberpunk. Hogyha a Cyberpunkrot nagyon toltad a csatornádon tartalomként, akkor valószínűleg nem egy ember észrevett téged, mert annyira hot topic volt, annyira mindenki ezt vitatta, hogy valószínűleg sokan rákerestek az ilyenfajta tartalomra, és megtalálták a csatornádat. És te cyberpunkoztál? Még nem. Még nem álltam neki. Már elkéstél. A Dani nem állt bele a hullámba. Nem, ennek két oka volt. Egy mocskos hipster vagyok, és nem szeretem azt, amikor ennyire hype-olnak valamit. Kettő,
Egyszerűen úgy voltam vele, hogy még a játék nem olyan kiforrott, amilyennek én akarnám látni, amikor majd játszom, szóval kívánom a patcheket. És akkor te valami felháborítót fogsz majd csinálni? Nem szokásom az, hogy felháborító tartalmat csinálok. Milyen például az, amikor egy gameplaybe valaki felháborító dolgot tesz? Néztél mostanában Zsozé atyát? Nem. Csak így kérdezem. Nem néztem, akkor mondj, mi csinált? Na, és... minden fekete karaktert lelő. Például, igen. Igen, ez például tök jó útja annak, hogy felkapjanak az emberek, mert akkor ugye megindul majd a Twitter tömeg, hogy mocskos, rasszista, meg minden, és figyelj, a negatív reklám is reklám. Képzeljétek el, hogy egy ilyen közel ismerősöm csinálta azt, hát ő, neki voltak ilyen régen, már kinőtte ilyen, hát ilyen szélső jobboldali nézetei, és fifázott. Egy ismerősöm, ez ilyen haverom haverja történet. Ja. Nem volt egy ismerősöm, akinek egy kutyája volt és egy macskája. Nem akarok utalni se rá, mert szerintem hallgatja. És ő azt fifázott, és azt csinálta, hogy elkezdett egy karriermódot, azzal kezdte, hogy az összes színes bőrű játékosát eladta. Ez mondjuk egy francia válogatottnál para. Lehetőség szerint egyébként... Már egy magyar, vagy egy magyar csapatnál is. Ilyen tarfejű ekkel pótolta őket, és amikor mérkőzésre került a sor, akkor az ellenfélnél arra ment rá, hogy minél több színesbőrű játékos felrúgjon. Valószínűleg ez nagy ott ment volna a YouTube-on. Ezt akartam mondani, hogy valószínűleg ezzel hatalmasat aratott volna. Jaj, értem, szóval akkor ez a polgárpukkasztás. Hát, jó. Igen. Nem jó, mondjuk, de... És hogyha már említettem Zsozét, ott a Facebook. Téged nem keresett meg egyébként más platform, hogy akkor... Engem egyfajta platform keresett fel, akik ugye frissen indultak szintén, és az volt a céljuk, hogy feltörekvő streamereket per YouTube videó tartalom gyártókat felkeressenek, és általuk reklámozzák ezt a frissen induló platformot. És nem tartottam magamat eléggé nagynak ahhoz, hogy ilyesmit elvállalhassak, egyrészt azért, mert akkora pénzt ígértek, hogy nekem ez már gyanús volt, hogy valami nekem nem stimmelt, és kettő, egyszerűen, még hogy át is állok az új platformra, ott hány ember fog nézni? 5, esetleg 50 maximum, mert annyira ismeretlen az egész. Mert valamelyik nézőm is egyébként rám írt a minap, és mondta, hogy nézd, itt indult ez a, újra is felejtettem a nevét, egy ilyen szintén YouTube-hoz hasonló platform. És olyan tartalomgyártók, akik külföldön népszerűek, ilyen 500 nézettségű videókkal rendelkeztek, és igen, még a legnépszerűbbek is csak ekkora nézettsége rendelkeznek. Nekem az egy pöppetője lelombozó. Hát ugye a Microsoft annól indította a Mixer nevű remek platformját, igen, és ugye megvásárolta a Ninja-t a Twitch-től. Igen. Aki azt hiszem a legtöbb feliratkozóval rendelkezett talán Twitch-e, vagy Fortnite miatt ő volt a... Fortnite miatt nagyon felkapott volt 2019-ben, nem is tudom, igen, pontosan melyik év volt az, amikor ő nagyon nagyot szólt. És ugye ő átment úgy a Mixerre, hogy neki rengeteg brutálisok feliratkozója volt. De egyébként ezzel együtt eléggé, hogy eltűnt a köztudatból. Hát mert megszűnt a Mixer. Azóta már nincsen Mixer. És hogyha egy átigazolsz valahol, akkor törölnöd kell az előző profilt? Vagy ott ott nem használhatod? Ez mondjuk szerintem attól függ, hogy mi van a szerződésben, vagy ha kimondják azt, hogy töröld ugye az előző csatornának a tartalmát, akkor nincsen mese. Ha ugyanúgy használhatom, akkor persze aláírom, hát most nekem aztán nem fáj, hogyha egyel több helyre streamelek. Nem? Ja, viszont például ott van a Twitchnek is a partnersége, legyen szó akár érdekeltről, akár rendes streamer szerződésről, ott kimondják azt, hogy cross streamelés, az, hogy egyszerre két helyre streamelsz, olyat nem csinálhatsz, csak Twitchre, vagy pedig ugye Twitchre nem. Vagy OnlyFansra. Vagy oda, abban is jó sok pénz van, igen. Egyéb tartalomok is oda kikerülhetnek, hát ugye. Mik azok a számok, mondjuk csak magyar viszonylatban, hogy valaki streamel, mondjuk ahogy játszik, hogy ami mondjuk már mondjuk a top 10-ben van országosan, az hány néző? Hát ez mondjuk... 100 000 vagy 100. Én nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem Zsozét nézik a legtöbben. Chris Advice-ot nézik amúgy Chris a legtöbben. Ő a legnézettebb streamer itt. Egyiküket se láttam soha. Én azt gondolnám, hogy Zsozé, mert ránézek bármikor a Facebookjára, hogy a Facebookra streamel, őt megvásárolta a Facebook a Twitch-től annó, mikor a Facebook elindította itthon is a videó szolgáltatását, vagy nem is tudom, stream szolgáltatását. Ja, streaming service. A streaming szolgáltatását. Nagyon sok. Őt szerintem, ha jól emlékszem, simán nézik több tízezren. Azért tízezren nem hiszem. Inkább amit valószínűleg tartok, az 2-3 ezer stabil néző. Volt neki olyan, hogy több mint 10 000-en nézték. Hát azt elhiszem, hogy előfordult ilyen. Konstans 3-4 ezer akkor. Annyi biztos. Aha.
Mondjuk ez attól is függ, hogy mit streamel. Mert oké, mondjuk GTA 5 roleplay-el azt nagyon szeretik az emberek például, azért a tartalmáért követik nagyon sokan, de ezzel szemben ott van mondjuk Chris Advice, aki ugye Fortnite-ozik, vagy egy időben League of Legends-ezett, és mindegyik játéknak megvan a maga fanbéze. És az a kérdés ugye, hogy melyiket nézik a lehető legtöbben is per pillanat a Fortnite, az ami nagyon nagyot szól, még mindig. A Fanmade Maker Marci meg ugye visszament YouTube-ra, hát visszatért úgymond, és volt neki egy ilyen streameres időszaka. Ő nagyon tolta a Minecraftot. Ú, igen. Ez nagyon pörgette. Eleve itthon Magyarországon. Egy felnőtt ember egyébként. Igen. Hát ilyen velem egykorú. Dani, mindjárt felteszem azt a kérdést, ami benned is megfogalmazódott. Jó, akkor meghagyom neked, jó? Mert én mindig beleszállok emberekbe, most legyél te az, aki beleszáll emberekbe. Pedig már látta, hogy fogalmazódik meg benned valami. Amúgy Marci most már abbahagyta a streamelést, és most... Családot alapított, és tisztes családapa lett, és egy bankban dolgozik. Egy távoli szanatóriumon kezelik éppen. Igazából videókat gyárt megint, viszont csekkoljátok le, mert a videói amúgy tényleg jók. Mármint, hogy egészen értelmes dolgokról beszél. Akkor fölteszem. Tedd hogy fel. Abba mi az élvezeti faktor valakinek, hogy azt nézi, hogy valaki játszik, és mondjuk közben rikácsol. Erre hadd válaszoljak, tehát, hogy vannak olyan játékok, amik elé te nem ülsz le. Azért, mert az angol úgy fogalmaz, hogy ilyen steep learning curve-je van, tehát, hogy annyira nehéz kitanulni az elején, hogy legalább alapszinten online megáld a helyedet, hogy egyszerűen nem állsz neki. De úgy megnézed, hogy de jól tolja ez a csávó. Például tipikusan ilyenek a szimulátor játékok, tipikusan ilyenek a FPS lövöldös játékok, amikre én már nem ülök le elé, mert 30 pluszosan már esélyem nincs az ilyen 16 éves gyerekek ellen, érted? Tehát háromszor körbepisálnak, mire megmozdulok. Igen, ezt én is megéltem múltkor. Tehát akkor leszoktam a Warzone-ról emiatt. Valószínűleg ennek egy olyan ilyen pszichológiai jelentése van, hogy mondjuk nem egy akciófilmet nézem, amit leforgattak Hollywoodban, hanem valaki, hát lényegében ugyan egy akció jelenetben van. Miért nézel egy foci meccset? Mikor focizhatnál pont is. Ugyanaz az energia van a kettőben amúgy szerintem. Amúgy tényleg így van, ugyanúgy kommentálja valaki, ami történik, annyi, hogy éppen ő csinálja nekem azt, ami történik. Nekem az feszültséglevezetés, mert ugye nekem van egy kedvenc foci csapatom, és az ő meccseit nézem, és a világ összes gondját rájuk vetítem, hogyha kikapnak. Van egy kedvenc streamered, akkor őt nézed, és tök mindegy, aha, hogy érted, ez ugyanaz. Levezeted az esti feszkót. Értem, tehát akkor valaki, tehát én döglök a gép előtt, nézem. Igen. Kikapcsolok, semmit nem csinálok, megvakarom maximum kétszer a seggemet. Kb. Valaki pedig, mit tudom én... De ha ülsz, az baromi nehéz. Zombikat gyilkol le tömegével, és akkor legalább az van benned, hogy valaki csinál valamit, igaz, csak a virtuális térben, tehát egy ilyen abszolút, egy ilyen nem realbe vagy, de valami történik körülötted. Igen, vagy megfog a streamer a stílusával. Igen, ez is például nagyon fontos, mert alapjáraton, amikor mondjuk főleg így home office-ba otthon vagy egész rohadt nap, és egyszerűen hiányzik az emberi társaság, mert mondjuk a párod vagy minden más családtagod meg ugye máshol dolgozik, ez egyedül vagy otthon. Sokaknak az a szokásuk, hogy benyomják a tévét, hogy szóljon a háttérbe, de egyre nagyobb teret kap inkább az, hogy egy streamert benyomsz így, hogy beszéljen valaki. Egy húsvérember kapsz. Aha, egy húsvérember beszél folyamatosan a háttérbe, és aki mondjuk lehetőleg olyan a stílusa is, aki ugye összeegyeztethető a te igényeiddel. Ja. És most, mindig úgy nézed, mintha éppen hozzád beszélne. Igen. Tehát, hogy a magányérzetet elveszi. Tehát akkor nem egy az Urák Csaba, hogy nem. 3522-ben nőtt a fertőzöttek száma. Nem, nézd bele Zsozéba, Bálint, érteni fogod. Belenéztem, megmutattad a múltkor, és menekültem ki innen. De sokszor egyet tudok veled érteni vele kapcsolatban. Egyébként ti jók vagytok ebbe a multitaskingos dologba? Tehát, hogy én nem annyira. Tehát, hogy én ezt bemerem vallani, hogy én olyan vagyok, mint a számítógép, tehát hogy így sorosan csinálok dolgokat. Valamit megcsinálok, akkor utána megint valamihez hozzáfogok. És hogyha megpróbálok ilyen multitaskos dolgokat nyomatni, akkor így elsikkad egy-egy része a dolognak. Tehát így elfelejtek dolgokat megcsinálni. Na, nekem az a poé, hogy én meg alapjáraton figyelemhiányos hiperaktivitással küzdök. És hogyha egy dolgot csinálok, akkor elkezdek rá koncentrálni, valami eszembe jut, és elkezdek rajta kattogni, és azon kapom magat, hogy már 15 perce csak ülök, és gondolkozok valami, és ez a basszus, csinálom kéne a feladatomat, viszont ezt ki tudom küszöbölni azáltal, hogy egyszerre 3-4 dolgot csinálok. Benyomok egy zenét a háttérbe, egy podcastet, akkor valakivel írogatok Facebookon, és utána még dolgozok így negyediknek. És ezt mindet egyszerre csinálom, és annyira pörgök, hogy nem tud elkalandozni az agyam. Aha, te terápiás jelleggel. Jó formán, ja, azért csinálom ezt. És hatékonynak érzed egyébként? Sokkal jobb így csinálni. Tehát, hogy te így hatékonyabb vagy. Én igen.
Ez jó. Én azt tudom mondani, hogy munkából kifolyólag én zenéket szoktam kevergetni, szerintem ez az egyik legunalmasabb momentuma a munkámnak. Én mindig azt csinálom, hogy elindítok egy podcastet, vagy nézek valami videót éppen a Winklertől, hogy milyen sört iszik otthon az asszonnyal, meg Józsival, és akkor közben megkeverem a zenéket. Nyilván nem azt nézem, elég, hogyha hallom, mert nézem, amit csinálok, azt is hallgatom, és akkor mellette még ugye az üres időben, amikor éppen húzok be egy zenét, vagy bármi ilyesmi, akkor közben ott szépen hallgatom. Egyébként valószínűleg a mi hallgatóink is hasonlóan állnak hozzá. De nekem ezzel nincsen problémám. Az, aki mondjuk nézi és YouTube-on a mi podcastünket, hát bármilyen sok izgalom nem lesz benne. Hát én bármilyen podcastet hallgatok, én azt vagy gémelés, vagy munka, vagy vezetés, vagy ilyesmi. Ja, nyilván, de az ugye a szórakozás közben része, tehát hogy az nem a munka közben. Attól még két dolgot csinálsz egyszerre. Igen, az én azt munka közben csinálom. De tehát figyelek a streamre is. Akkor lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Én munka közben nem tudok. Tehát hogyha valami olyan feladat van, ami... Tehát én nem tudom megosztani a figyelmemet. Az, hogy főzés közben valami elröcörög a háttérbe, az egy dolog. Meg hogy amikor éppen hajózom, akkor valamit hallgatok a háttérbe, az is egy dolog. De nem tudnám visszaidézni. Tehát, hogy nem... Én simán. Nincs ott a figyelmem. Az a durva egyébként, hogy ilyen sok tehát én szellemi munkában vagyok, és hogyha mondjuk írnom kell valamit, az tök mindegy mit, sokszor beszoktam rakni valami elektronikus zenét. Nem azt a nagyon durva balatonszántos technót, hanem az a kis, hogy hívják, azt a Gergő, az ilyen house stílus, nem? Micsoda? Az az elektronikus, amit én szeretek, ezt megfejtettük a múltkor. Igen, te szereted a tech house-t. Azt. Tehát egy kicsit ilyen lágyos. Az építészet. És akkor ugye ad egy ütemet a munkámnak, gyorsabban is haladok vele, de... Srácok, dumáljatok tovább, nekem el kell ugranom egy pillanat, amely volt egy fontos telefonhívás, nyomjátok csak addig tovább, mindjárt jövök. Így mondja, okay. Hogy WC-re megy. Tényleg nem WC-re megyek. Várjuk meg, hogy kimegy, jó? Nekem megvárjuk, hogy kimegyek, nyugodtan beszélhettek. Ugye. Most a Dani mikrofonjába beszélek. Jó. De... Ide nem, menj innen. Jó, akkor. Szóval hol tartottunk amúgy? Mindjárt. Ja, a multitaskingnál. Igen. Végre kiment, annyira idegesít, hallod, annyira, de komolyan, tehát. Nem ő fogja visszahallgatni az egészet, dehogy. Ja, szóval, hogyha egyszer multitaskingnál tartunk alapjáraton, ugye nekem is fontos az, hogy hallgassak valami zenét, mert kell a ritmus. Főleg, amikor ugye műsorvezetéssel kapcsolatos dolgot csinálsz, kell egy ritmus a beszédedre. És ilyenkor szeretek valami rap alapzenét, vagy egyszerűen csak egy jó kis psytrance-et, vagy valami ilyen nagyon minimál kattogós dolgot a háttérbe rakni, hogy úgy legyen egy ilyen löketem, dülöngélek ide-oda hátra a székembe, és ez adja a ritmust. Tehát akkor csak szilipelésre nem indulna be a fogaskerék rendesen. Figyelj, valahogy metát rakok a háttérbe. Nem okvetlenül szabályszerű az, hogy mi legyen, de csak úgy, hogy a nagy büdös semmi van, az úgy nem jó, mert alapjáraton, amikor egy mikrofonba beszélsz, és hallod vissza a hangodat, és hogyha csak a hangodat hallod, akkor nagyon elkezdesz rá koncentrálni. És olyankor jön az, hogy elkezdesz belehibázni, és akkor azt az S betűt jobban is lehet ejteni, és kezded előről, és még egyszer előről, és még egyszer előről. És fú, nagyon frusztráló tud lenni egy idő után, hogyha túl tisztán hallod a saját hangodat. Jó, arra még térjünk ki, hogy ugye vannak ezek a... Mondjad, Dani? Nem, fejezd be. Nem, én a piszkos anyagiakra akarok rátérni egyébként. Ja, én csak azt akartam megkérdezni, hogy előfordult már, hogy iszogattál közben? Volt már olyan. Amúgy nem szokásom, mert alapjáraton eléggé anti-alkesz vagyok, de mondjuk szilveszterkor, hogyha éppen dolgoznom kell, akkor jól esik egy pohár pezsgő, mondjuk így munka közben, hogy könnyebben megy, gördülékenyebben utána. Hát az oldja igazából a... Ja, a feszültséget. Mondjuk alapjáraton jó hatással van rám az, hogyha mérges vagyok, miközben dolgozok, erre rájöttem. Nem tudom pontosan ez hogyan is működik. Ennek a hülyének, aki kiment most egyébként, neki ez a módszere, hogy ő felidegesíti magát, hogyha valami nagy feladat előtt áll. Meg a csitítom, hogy nyugi, azt mondja, nem, muszáj, mert kicsit olyan, mint a hák. Kicsit az üss és fuss dologra játszik, vagy üss vagy fuss dologra játszik rá, nem? Csak akkor ő inkább üt, mint fut. És akkor lényegében ugyanez, akkor azt most visszakanyarod az eredeti témához, a streamelésnél is, ugye, akkor játszik, hogy ott is fel kell pörgetned magad. Mindenképpen. Hogy alapjáraton, amikor streamelsz, akkor nem csak annyira egyszerű az egész, hogy leülsz és kommentálod, hogy mit csinálsz a játékban, hanem valamilyen szinten szórakoztatnod kell.
legalábbis én ennek a szükségét érzem, amikor leülök a mikrofon elé, ezért persze egy picit azért túltolom a kommentárjaimat, meg úgy a hangulatomat. Hát show business ez is, tehát igen, muszáj. Hát alapjáraton egy energiabomba vagyok, miközben streamelek. Van, ilyen, van előtte ilyen valamilyen szokásod? Hogy mint oda ezt a tükör el és üvöltesz? Nem valami, igazán. Néha egyébként van olyan, hogy pont kajakóba így beüt streamelés előtt, és akkor egyébként nagyon rossz tud lenni, viszont sokkal hatásosabb az, hogyha előtte 15 percre így ledőlök az ágyamba. Olyan? Aha, lehúnyom a szemeimet, de nem megyek teljesen alfába, nem alszok el, csak kikapcsolom az agyamat, és így a nagy büdös semmire koncentrálok. De akkor az a szellemednek az egy ilyen sok hatás. Egy ilyen reszett, jaj. Csak úgy újraindul. Hirtelen, aha, ne durva. Az a 15 perc, az teljes újraindulás, és akkor úgy pörgök utána, mint az állat. Ez durva, hogy ezt te meg tudod csinálni. Mármint azt meg tudod csinálni, hogy kikapcsolod az agyadat. Én ha ezt megjátszom, akkor elalszom. Időnként nekem is előfordul, hogyha nagyon ki vagyok merülve, de nem szokásom annyira túlhajszolni magamat, hogy teljesen kioffolja magamat, hogy teljesen. Eleve kávét nem is iszok, pont azért, hogy ne merüljek ki. Fú, én ma alig vártam, hogy megígyem a napi első kávémat. Komolyan, olyan volt, mint a megváltás. Én egyébként hajlamos lennék rászokni a kávéra, mert nagyon szeretem az ízét is, meg én ugye egyfolytában pörgök, és ezzel az a bajom, hogy alapjáraton ugye a kávé, meg a koffein, meg energiaital, meg bármilyen dolog van, ami kihozza úgymond az eltartalékolt energiádat, ez hosszú távon olyan szintű letargiához vezet, úgy elfáradsz tőle, mint az állat. Legalábbis én azt vettem észre így mind a szüleimen, meg akármelyik barátomon is, aki rendszeresen kávét iszik, hogy kávé nélkül be se tud indulni teljesen. Mert annyira ki van merülve, úgy energiaszintügyileg, viszont én meg ott másik kézben ennek a szöges ellentéte vagyok, hogy nem iszok kávét, viszont amikor tudom, hogy egy nagyon durva napom lesz, akkor itt délután megiszok egyet, és engem le nem lehet lőni 3 napon keresztül. Akkor a kávé gyakorlatilag szerinted olyan, mintha hitelt vennél fel? Jó formán olyan, a testettől hitelbe felveszel egy kis energiát. Vissza kell majd törleszteni? Igen, azt vissza kell törleszteni, ki kell pihenned a hétvége alatt. Kicsit úgy érzem, hogy téged nem támogatott egyik kávécég sem. A streameléseid közben, ugye? Itt a lehetőség. Na, de egyébként vannak szponzorok? Vagy azok, hogy hogy jönnek? Egyelőre nincsenek szponzoraim, de egyébként annyira nem is hiányolom ezt, mert nagyon sokszor ugye, amikor szponzorál téged valaki, vannak kikötések, hogy mit tudom én, x alkalommal kell erről beszélned, vagy mondjuk a legtisztább reklámozási mód az, amikor heti egy videóban egy percet a videóból szentelj arra, hogy beszélsz erről a XY dologról. Legyen szó akár mit tudom, VPR-ről, vagy akármilyen ilyen informatikai dologról, ez tök jó dolog. De így. Bármit eladhatnak oda, nem? Tehát mit tudom én, a intim betétet is reklámozhatnád, hogyha az venni. Technikailag, hogyha éppen valaki kinézne engem, hogy azt akar, hogy én reklámozzam az intim betétet, van az a pénz, amiért egy percet erre feláldoznék a videómból. Az a kreativitás, hogy ez beleszőni. Hát... Férfiként. Igen. Egy animés műsorban. Heti kétszer. Sokkal könnyebb lenne, mit gondolnád. Nem akarom tudni. Tudom, hogy mindenféle hülyeségre van anime, tehát hogy anime függőkről akarsz animét nézni, olyan is van. Igen, képzeld, még van olyan is, aminek az egész lényege az, hogy vannak lányok, akiknek elázott a harisnyájuk, és ez szexi. Ez az egész plot. Hát attól függ, hogy mitől elázott el. Víztől. Azt elhiszem, esőben. Hogy azért a rajongóbázis nagy részének ezt nem árt néha elmondani, hogy vannak lányok. Itt nem az a fontos, itt ilyenkor már arról van szó, hogy 2D jobb a 3D-nél, mert a 3D az összetöri a szívedet. Tudod, ez már erről szól. Ez indokolatlanul mélyen szántónak látom egy rajzfilmtől. De vannak mélyen szántó rajzfilmek egyébként. Nem akarok megsérteni senkit. Nekem is van rengeteg anime rajongó cimboráim, majd kinövik. Magyarországon fogják, az a baj. Ez nem olyan dolog, hogy itt kinőlsz. Nem, mint ahogy a Pisti szokta mondani, a VR-ban én csak trollkodok. Tehát ezt nem kell komolyan venni. Magyarországon egyébként maximum egy jobbfajta zseppénz tud összejönni ezekből a, és most nem a szponzorokból, tehát nem a cégekből, hanem mit tudom én azoktól az átlag emberektől, akik neked keselnek azért, hogy játszasz. Tényleg van ilyen Patreonod meg hasonló? Épp gondolkozok az, hogy csinálni fogok, mert lassaskám úgy vagyok vele, hogy ha már egyszer a YouTube nem hajlandó, ugye engedélyezni a magságot a mindent elkövetsz, hogy ne legyen neked annyira jó. Igen, szóval... Túl sokszor voltam mi műsorunkban szerintem egyébként ez lehet. Igen, ez a csávó sokszor benn van ebben a műsorban, szerintem demonetizáljuk az összes videóját. Folyjon a vére. De tényleg, hogyha mondjuk összejönne, akkor a te 12 000-es bázisodból, mondjuk nyilván 12 000 nem
12 000 nem, hát ahogy elnéztem, úgy azok, akik... 10% környéke talán, nem? Körülbelül olyan 5-10% lenne azok, akik ténylegesen hajlandóak lennének támogatni és pénzzel. És akkor ez ilyen havi pár ezer forint, ugye? Vagy vannak ilyen kategóriák, nem? Ha jól tudom. Vagy alkalmanként... A Patreon feliratkozásnál is lehet csinálni ilyen... kategóriákat, hogy van az alap, ami mit tudom én, $1, van a fokozott, ami $5, meg $10, meg akár van ilyen ultra deluxe minden. A számláról, és átutalják neked. Ja, valami olyasmi. Minusz jutalék. És akkor még ugye vannak a sima donation-ök, a minek hívják ezt magyarul, nem tudom. Adomány. Az. Nevezzük adományra. Hát, ja, ha leveszed a felsődet. Ja, ez a 5000 forintért leveszem a felsőmet, és úgy nyomom végig a streamet, meg ez ilyen hülyeségek. Hát, Gattyán Gyuri bácsi ebből azért milliárdos lett. Igen, csak ott a... Bár ő nem vette a felsőjét. Ez egy fontos momentum. Meg hát első volt. Igen. Ezzel az ötlettel. Ja, szóval akkor a lényeg, hogy hát ezért ebből inkább egy ilyen erősebb zseppénz Magyarországon, nem? Most így hát számolom, hogy szerintem csak ebből lehet normálisan megélni. Most beleszámolok, hogy mondjuk 12, mondjuk vegyünk téged, 12 000 feliratkozó, 10% a cash-sel, az mennyi? 1200. És akkor mondjuk az 1200... Nem, mi? Hát az nagyon jó. Hát figyelj, ha csak 1000 forint, akkor az már úgy, az már teljesen hát, jó. Hát az már ezért minimálbér. Ja. 1200 szor 1000? Nem, hát ez szoroz be. Azért mondom, hogy 1200 szor 1000? Az 3-0 pluszban. Az kicsit fölötte van a minimálbérnek. Ja, egy pöppet. De ez csak elképzelés szinten. Valószínűleg a valóság ennyire nem szép. Az baromira király lenne a Magyarországon, annyi lenne a minimálbér. Hát, akkor az sok lesz az a 10%. Az nagyon sok lesz. De nem a 10% az csak nem. De nem, hát figyelj. Akkor nem könyörögne minden youtuber izél, hogy... Egy dollár az mennyi volt legutóbbi, a 300 forint környéke? Most már egy picit följebb van magyar forint, eléggé szépen lefele ível. Most néztem, az euró volt 3.50 valamennyi, akkor a dollár lehet ilyen 3.10 környéke. Körülbelül. Hát szép ez az álom elképzelés, hogy ez így működni fog. Ezt majd meglátom magamnak. Hát figyelj, ha nem adsz neki egy esélyt, sose derül ki. Ja, igaz. Ja, ami zseppénzt össze tudsz szedni a Hobbitból, szerintem azt szedd össze. Én azt mondom, így van, ez abszolút így van. Ha nekem fizetnének a makettezésért, simán. Simán. Mit értenek az alatt az ilyen youtuberek? Csak hát béna vagyok. Most nem a streamelők feltétlen, hanem mindig, aki van egy tematikus csatornát csinál. Mert ezt egy csomószor hallom, akiket én követek, hogy mit tudom én, itt van a Patreon oldalunk, jól mondtam? Patreon, nem Patreon. Tehát nem a Péter van rajta valamin. Patreon oldalunk itt van. Igen? A támogassa, hogy tudjuk fejleszteni a csatornát. Igen, ez alapjáraton nagyjából annyi, hogy van szabad ideje a csatornája mellett, de alapjáraton, mit tudom, a technikán lehetne fejleszteni, lehetne jobb mikrofont venni, esetleg egy jobb webkamerát, vagy a számítógépet fejleszteni, vagy akár... Több vibrátort. Igen. Nálunk OnlyFansre több vibrátort. Több félét. Mi a Végre Péntekben, mi egy őszinte csatorna vagyunk, úgy gondolom. És hogyha minket támogatnátok, mi valószínűleg ezt kegyetlen módon elinnánk ezt az összeget. Csak ők ketten, azért, én tápkieget vennék, bocs. Tehát azzal nem a csatornát fejlesztjük. Mi a csatorna fejlesztésére... Engem fejlesztünk, és ezen keresztül a csatornát. De azt akkor mi a szellemedet kell fejleszteni valahogy. Mi a Gergővel elinnánk a picsába azt az összeget. Azért, hát azzal minél, aztán minél fejlődik a szellemed, minél jobb, összege, minél jobb ötletek jöjjenek egyébként a Végre Péntek. Mert a kocsmába szétfolyva rengeteg jó ötlet szokott. Hallod? Oda megyek ahhoz a csajhoz, hallod? Ezek a világegyetem legjobb ötletei szoktak lenni. Erre jövünk itt a kocsmába, fogunk inni. Hát ezt már szeretem. Gergő, csak hogy visszazárkóz ide a témához. Dani, te mint fellow antialkoholista, támogass, légy szíves, támogass. Elnézést, egy bármixerrel beszélsz. Amúgy igen. De attól, hogy bármixer, érted? Tehát a kokainbárónak sem muszáj állandóan matán lennie. Ez így van. Ebben van igazság. Sőt, bocsánat, általában az a jó, ha nem szívja fel az órába a hasznot, nem? Ez így van. Amúgy bocsi a kis kiruccanásért, de ezt muszáj volt elintéznem ezt a telefon. Kokain. Nem kokain. Mocskos függő. Szóval miről volt szó? A piszkos anyagiakról beszéltünk, mennyit lehet keresni ez a streameléssel, azzal, hogy neked adakoznak, és akkor így bedobtam azt, hogy a Végre Péntekben, hogyha mi kapnánk ilyen donétet, akkor azt valószínűleg elinnánk, hogy minél jobb ötletek jöjjenek a kocsmába, amit tudunk alkalmazni majd az adásban. Az a helyzet, Bálint, hogy nem innánk el azt a donétet. Én elinnem. Jó. Én azt mondanám, hogy inkább fejlesztük a technikát, vagy valami ilyesmi. Ja, hát ez a sablon. Ja, azt mondjuk, hogy fejlesszük a technikát. Mi atom jó, itt érzem a borostelet a fülembe, basszus, olyan jó minőségbe vesszük fel. Jelenleg, aztán ez változhat bármikor.
Ezt te tudod a legjobban. Hát, akkor meg ott az iPhone-ot. Ja, tényleg. Na, ebből nőtt ki Magyarországon nagy csatorna egyébként, egy iPhone-ból. Ez olyan furán hangzik. Melyik ez a csatorna? A VR. A VR. Ők innen kezdték? Aha, igen. Ők úgy kezdték, hogy az egyiküknek az iPhone-jával vették fel a tech videókat. Erről lemaradtam, mert később kezdtem ezeket követni. De ők erről rendszeresen meg is emlékeznek a podcastekben. Picit, most mi van? Megint le kell lépnem. Na, ez meg. Ilyen ez a kalici vírus. Mindegy, akkor szálljunk bele, vagy kezdjük el akkor a... Szálljunk bele, szállj be, kismaja, nem? Ne, letilt, jogdíjas. De ezt már annyian előtt... Ja nem, a gyöngyhajú lány az mehet, nem? Tehát még van republik, bár cipő nem él, de... Akkor nincs republik. Na, kicsit ugye elemezzük már, hogy milyen tematikus YouTube csatornák vannak most Magyarországon, amiknek mondjuk a legtöbb feliratkozója van. Ugye azt hiszem, ha jól tudom, de erősíts meg, vagy cáfolj, hogy a Dancsó Péter videomániája most a több mint 1 millió valahány technikailag nézve nála van a legtöbb, de amúgy, hogyha csak és kizárólag azt nézzük, hogy magyar csatornák, még hogyha azokat is nézzük, amik amúgy nem magyar tartalmat gyártanak, akkor egyébként van egy csatorna, aminek több feliratkozója van, mint Dancsónak per pillanat. Nem itt eszembe a neve, valami Red One, vagy nem is tudom micsoda, és ilyen... De ez mitől magyar? Magyar ember csinálja a csatornát. Ettől magyar. De magyar tartalmat is gyárt fel? Van rajta egyébként magyar zene is nem egyszer felbukkan, de ez... Mi a tematikája? Zene. De hogy így ő kimegy, és így... Amit belőle, mert tegnap ránéztem csak, úgy kíváncsiság volt, mi az. Zené, a saját zenét mutatja be? Ilyen újra feldolgozásai régebbi, ja. Akár még mulatosnak is olyasmit is találtam. Úgyhogy, de akkor feltételezzük, hogy ez külföldön ez is amúgy, ismert. Ja, ez ilyen nemzetközi csatorna többnyire, ezért van több mint 2 millió feliratkozó emlékeim szerint. És gondolom angolul kommunikál. Nem is emlékszek olyan videóra, ahol lenne kommunikáció, csak zene igazából. Most vegyük azokat, akik kommunikálnak, akik mondjuk alkalmasak arra, amiket a műsor elején beszéltünk. Mindenképp ki akarja hozni a Dancsót győztesnek, csak mondom. Nem, csak be akarom szűkíteni abba. Te Dancsó Bérenc. Majd elmondom a véleményt a Dancsóról. És nem lesz szép. Nem, hanem azok, akik alkalmasak arra, hogy mondjuk leülsz otthon és egyedül vagy, de mégse vagy egyedül, mert beszélnek hozzád. Hát ugye ezek közül ugye a number one az Dancsó egyértelmű, mert Magyarországon a legnagyobb youtuber per pillanat ő. Még csak hogyha nem is, látod? Még hogyha nem is értek egyet neked, azzal, neked mi a véleménye? Te mint aki mondjuk ebbe a világban élsz, ott, ahol Dancsó is. Mi a véleménye Dancsó Péterről? Hát... Ne az emberről, a csatornáról. Sajnos ugyanaz. Én ezt nem tudom szétválasztani, tehát... Lehet, hogy tök jó arc. Lehet, de nem tudjuk. Hát, nekem nem ez a benyomásom róla. Én sose találkoztam vele. Én se, de hogyha valakinek ilyen az online personája, akkor nem tudom elképzelni azt, hogy az külön tudja választani teljes mértékben a személyiségétől. Te ugyanilyen vagy online is, mint egyébként akár most ebben a podcastben? Pontosan ugyanilyen vagyok. Most elárulta magát, hogy soha az életben nem nézte meg a csatornádat. Most itt elárulta. Láttam már, csak most itt más is. De amúgy alapjáraton pontosan ugyanilyen vagyok. Nem szeretem meghazudtolni önmagamat, mert egyszerűen soha nem marad jó szájíz a számban, hogyha nem az őszinte gondolataimat mondom ki. Uh-huh. Nem tudom, lehet ez a gyerekkori trauma. Bizonyos szakmákban veszélyes. Ja, igen. De a gyerekkori traumák, amikor életedben először hazudsz, és édesanyád rajta kap. És ez a belédik, hogy nem szabad hazudni, annak mindig rossz a vége, mindig rajta kapnak. És ez így nagyon beleidegződött már az agyamba, hogy nem szabad hazudni, ezért próbálom mindig a lehető legőszintébben átadni a véleményemet. Legőszintébben mondani azt, amit nem gondolsz. Igen. Vagy legalábbis, hogyha esetleg túl brutális lenne a véleményem, akkor kicsit visszafogom. Alapjáraton nem arról vagyok híres, hogy hú, de negatív lennék, hanem próbálok mindig egy pozitív képet mutatni egyrészt önmagamról, másrészt pedig arról, amiről beszélek. Hát önmagáról mindenki szerintem. Tehát ez nem annyira újdonság. Jó, de azért az ego egy fontos dolog, igen. Miért fogod vissza magad? A YouTube az egy olyan platform, hogyha bizonyos határig nem jutsz el, tehát mondjuk nem uszítasz a bizonyos rasszok ellen, akkor ott teljesen szabad pirézek. Teljesen szabad a vélemény. Nem fog kirúgni az RTL Klubnak a programigazgatója, mert olyan szabad mondta. A vélemény, oké, de ettől függetlenül még egyszerűen nem van rám az, hogy annyira fikázzak valamit. Mert nekem fontos az, hogy tükörbe tudjak nézni. Tehát akkor valami tisztelet. Igen, nagyon... Böcsület.
Tiszteletbecsület, igen. Talán erről szól nekem a legjobban ez. A srácok, nagyon közel kerültünk a vér és becsülethez. Az ennyire ne. Egy pillanatra elkezdett hullani a hajam. Na, szóval alapjáraton én úgy vagyok vele, hogy egyrészt önmagadat tisztelni kell, másrészt más tartalomgyártókat is. Ezért is nem nagyon szoktam kritizálni, de nagyon szoktam beszélni a csatornámon más tartalomgyártókról, mert vagy negatív dolgokat mondanék róla, vagy pedig, hogyha elkezdeném kritizálni, ezzel azt írnám le, hogy én jobbnak gondolom magamat. Vagy ugye van a másik verziója, a kéretlen felszopás. Ja, igen, az ez meg a másik. Az ingyereklem. Ja. Mi szerinted, ha valaki egy YouTube csatornát indít valamilyen témában, akkor a sikerhez az követelmény, hogy mondjuk ő arccal vállalja, vagy pedig mondjuk ilyen Movemaker-rel összerakott kis videók alá is baromi jókat beszélhet, azzal még lehet. Hát ott volt az arc nélküli manus, az megvan. Igen, az minden videóját zseniális volt a csávó, Én annyira sajnálom, hogy már nem foglalkozik ilyennel, hogy az ami elképesztő. Ha nem láttad, az arc nélküli manus. De ott volt egy grafika, nem? Vagy igen, igen. Volt animáció. De az animáció az végül is az ő arca. Tehát az egy egyedi valami. De én most arról beszélek egyébként, ami valaki csak valamiről beszél, és akkor alárakja a témához kapcsolódó bevágásokat, videókat, de a hanghoz nem társul arc. Van egyébként ehhez hasonló dolog itthon Magyarországon, ugye van a top 10-es listák. Igen, van egy a ilyen... 10-es lista, a magyar top 10. Ja, hát annál nem emlékszek arcra, ami de videókat csináltak láttam. Ilyen karácsonyi adásba a 10-es listások. Jó, de alapjáraton a fő videóformátumuk, annál nincsen emberi arc, nem látod, hogy ki az, aki pontosan beszél, és ez így is kivitelezhető, sőt, én amúgy ennek a pártia vagyok inkább, mert amikor látsz egy emberi arcot, lehet, hogy ez csak az én hülyeségem, de egy része az élménynek elvész, mert az, amikor csak egy hangot hallasz, de nem tudod, hogy nézhet ki. Tök jó érzés elkalandozni az, hogy vajon hogy nézhet ki ez az ember, akinek ilyen hangja van. Nem tudom, ez egy plusz érdekeltség. De ugye ott van a Kenny is. Ja, igen. Végül is. Meg a Vidman volt még ilyen, nem? Mm-hmm. A nagy klasszikus. Mai napig nem tudom feldolgozni, hogy miért beszél az a csávó a Vidman hangján. Nekem annyira a Vidman maradt meg. A Vidman nekem az a rajzolt karakter. Igen, a kis Stickman. Igen, az a kis Stickman, ő a Vidman. Az a srác, aki a Vidman hangján beszél, ő lehet, hogy valójában a hang tulajdonosa, de nekem nem ő a Vidman. Ő csak a szinkron hangja. Igen. Ő a vállalhatóbb fizikai manifestációja. 3D verziója. Így van. Ő a Rework. Ja. A 2.0. Ez régen ugye létezett, amikor még ugye nem kapcsolódtak össze egy ilyen marketing eszközök, a Facebook, meg a TV és a többi, akkor még a rádiós műsorvezetőknek is volt egy ilyen kicsit ilyen homályos, misztifikus... Ez a baladai homály. Homály körülöttük, igen, vajon hogy nézhet ki? Hogy ez most egy sovány ember, vagy egy ilyen mély hangú kövér ember, vagy micsoda. Ja, most ugye már azért fölmész rádió honlapjára, nyilván ők mosolyognak, meg szelfiznek a stúdióban legtöbbször. Persze, de sokszor pont ezért nem mennek fel az emberek a weboldalra, úgy vannak velük, hogy maradjanak meg csak hangnak. Hát egyébként van ennek egy szerintem is. Van egy fura romantikája ennek, amikor nem tudod, hogy ki áll a hang mögött. Nem tudom pontosan miért. Lehet azért, mert az ember így reménykedik abba, hogy egyszer majd összefut az illető a Glory Hole, nem? Ja, igen, nem tudod, hogy ki van mögötte, igen. Hallottam, hogy az ilyen lehet. Ja, igen. A barátodtól. Igen. Egy cimborám mesélte. A haverom haverja. Megvárjuk, ne várjuk meg a Gergőt, kiment. Igen? Menjünk be az ilyen top csatornákba egy picit, amit mindenki ismer. Nekem az például egy nagy gyenge pontom. Egy időben nagyon sok ilyet néztem, és megundorodtam tőlük. De azt mondtad, kifejted a Dancsóról a meglátásaidat. Szerintem a Dancsónak az igazi személyisége az ott jött ki, vagy ott lehetett látni mindenkinek, amikor az RTL klubban ennek a szakadék műsorban Zsiri tag volt, ez a maszkos énekes. Nem nézték bele. Egy részt se láttam. De én sem. Megvan az alapkoncepció? Persze, hogy énekel valaki, akinek egy maszk van a fején. El van torzítva, nyilván a maszk alatt a hang, és akkor a Zsirinek ki kell találni, hogy ki az a celeb, aki éppen ott énekel. Ez volt, és akkor Dancsó ott volt a Zsiri tag. Nem vagy zsűritag, aki kitalálta, mindegy. És olyan szinten nem tudott humoros lenni, nem tudott szellemes lenni, nem tudott reflektálni a színpadon az élő műsor történéseire. De nem ez a profilja. De igen, de hát elvállalta. Mondhatta volna azt, hogy srácok, figyelj, én YouTube-on sztár vagyok, valószínűleg ez nem fog annyira menni. De ugye és nyilván voltak próbaadások, ahol egyébként valószínűleg a rendezőnek, vagy a producernek ki kellett volna jönnie, hogy hát amíg nem feszállt meg a festék a szerződésen a Dancsónak, akkor inkább hagyjuk.
Mm-hmm. Az se segített rajta, hogy Sebestyén Balázs volt az másik. De szerintem egyébként a Dancsót ebből a szempontból úgymond megvezették. Tehát, hogy ott a tévé akart... Elhitették vele, hogy alkalmas leszel erre is? Nem. Ő nem tudta, hogy erre ő nem alkalmas, és ott a tévé akart nézettséget generálni a Dancsó által egy olyan célcsoportba, aki az adott tévécsatornát nem igazán nézi. Uh-huh. Igen, ugye alapjáraton most főleg, mivel elkezdődött a YouTube-nak, meg az influencereknek az időszaka, most nagyon rínak a tévék, hogy nézzetek minket is, körülbelül ez megy most. Ezért megy lefelé a színvonal. Baromi üzenem innen a tévécsatornáknak, hogy roppant egyszerű lenne, nem kéne szart sugározni, és ennyi a történet. Pontosan. De amúgy, nem olyan bonyolult az kibaszott egyen. Egyszerű a megfejtés. Az igazság, hogy, a, hogy az internetnél nagyobb prosztót úgyse tudsz jártani tévébe. Mert az internet de azért megpróbálják. De fölösleges, mert mindig csak futni fognak az internet után a prosztóságban. És egyébként valljuk be, van kereslet az interneten a prosztó tartalomra. Hát jó. És csak futsz utána. De miért nem váltanak profilt? Tehát miért nem tehát miért nem egy prémium szolgáltatást próbálnak a tévéből csinálni, aminek van nívója? Tehát, hogy tévét nézni ott, az ne az legyen már, hogy beülök, és akkor nézem, hogy ilyen 3,5 forintból forgatott kamu valóság sok dömpingje és tömkelege. Nem tudnak átállni egyszerűen. Szerintem annyira be van rögzül, főleg itthon Magyarországon az, hogy hogyan működik a tévé, meg van a fix elképzelése, és tudod, ez a régi jó dolgok, azok úgy jók, ahogy voltak annó, és nem véletlenül nyugdíjasok nézik ugye többnyire a tévét manapság. Meg azért ez szerintem egyébként Dani nem mondasz annyira ilyen ördögtől való, csak hát ez elhatározás kéne mondjuk a tévéktől, hogy legyen akkor újra program az, hogy leülünk a tévére, és mondjuk nem egy filmet, mert az a ne versenyezzünk, mert letöltöd tök mindegy. Igen, reklámok nélkül valami saját gyártásunk. De ahhoz ugye ötlet kéne, ahhoz meg innoválni kéne. Sok sebből vérzik ez a történet a tévécsatornák részéről szerintem. Ja. És Dancsóra visszakanyarodva egyébként, ott ugye volt egy kísérlet akkor erre, és egy baromi nagy lebőgés lett egyébként, és ezért Dancsónál, tehát most az interneten nagyobb showment ugye nem tudsz mondani, még akkor is egyébként, hogyha szerintem eszmetlenül ripacs és ötlettelen, gagyi, antihumoros az egész, és nagyjából a 13 éveseket szolgálja ki, akik egyébként, ha valaki fingik egyet, akkor hangosan vihognak, tehát nagyjából én ezt gondolom. Ez a színvonal kb. Mindezt úgy, hogy a régi Videomániának baromi nagy nézője voltam. Imádtam azokat a szakszerűen szériáját, a kritikáit, az egésznek, ahogy még amikor még ez a lenyalt hajú néhány poszter a háta mögött ült, és nem egyébként emlékszek arra az időszakára, de én akkor sem voltam egy nagy fannya. Láttam egy-kettő videóját, csak egyszerűen nem én voltam a célközönsége az ő tartalmának, illetve én az elejétől fogva láttam valamit benne, ami nekem nem tetszett, és az most igazolódott be az utóbbi pár évben, az, amit megláttam benne akkoriban, hogy potenciálisan ebből az emberből valami ilyesmi lesz majd később. De ott még volt, én már ott tartok egyébként, hogy értékelem azt is, hogyha munka van valamiben, mert akkor is, ha nem tetszik. És abban azért volt, mert kitalálta, összekapcsolta azokkal a troll videókkal a jeleneteit, szerintem az még jó volt. Na, ezt abszolút elfelejtette. Beszéljünk hülyén, figurázzunk ki embereket, minden videójában ugyanazokkal a poénokkal, és tényleg játsszuk el azt, hogy én vagyok a hány éves, én 30 pár éves lehet a Dancsó, játsszuk el azt, hogy akkor tök vicces az, hogy egy idősebb faszi lemegy a 13 évesek szintjére, de nem megy le, hanem ott van. Ja, igen, ez nekem is egy eléggé fájó pont, főleg, hogy ugye Magyarországnak az egyik legnagyobb arca így influencerek között, hogy pont egy ilyen embernek kell ott lennie a csúcson. Ez egy pöppet nekem fáj, vannak ennél sokkal alkalmasabb emberek is szerintem erre a célra, vagyis erre a szerepre inkább így mondom, de, mert például nekem személyes kedvencem Szirmai Gergő. Őt például rohadtul szeretem, ami tartalmat ő gyárt. Nem vagyok egy nagy filmes, de egyszerűen a filmkritikáin nem tudok nem jókat nevetni, meg folyamatosan élvezni azt, amit csinál. A Szirmaival nekem az a meglátásom vele kapcsolatban. Én akkor találtam rá, amikor csinálta azt az egyetemre tanulós videót. Aha, az baromi jó volt, és akkor én nagyon sokáig néztem, és tényleg tök jónak tartottam a tartalmait, de valahogy elment ebbe a nagyon mindenkit szeretünk, mindenkivel békében kell élni ezt megértem, hogy honnan jön, mert manapság nagyon vigyázni kell ugye a cancel culture-rel, hogy véletlenül sem mondjál valami olyat, amiben valaki beleláthat valami olyat. Ezt én már bebuktam az első adásba. Igen. Még jó, hogy nincs olyan rohadt sok néző, mert ugye nem úgy működik ez, hogy nem mondhatsz ilyet, hanem nem mondhatsz ilyesmi dolgokat, hogyha sokan néznek. Ez így működik. De szerintem YouTube és ha eleve... nem dob ki magából emiatt. A YouTube nem,
Lehet, viszont... hogy a Szirmai is tévés karrierre vágyott volna? Mert ott... szerintem így lenne hozzá. Ott visszanyúlnak ilyen dolgokra. A YouTube nem. Mm-hmm. Hát nyilván, ha nyíltan nem sértesz meg senki, csak mondjuk véleményt fogalmazok, nem tiltotta le a mi adásunkat se, amikor ugye a PC-ről beszéltünk. Jó, de azért óvatosak voltunk. Igazából még, hogyha nagyon radikálisan is fogalmazol, szerintem a YouTube az nem fog ezért letiltani. Mert Twitch-en például ezért nagyon harapnak, simán instant bannolnak, hogyha ilyesmiről beszélsz. Igen. Viszont a YouTube az azért nem harap. És ha eleve úgy építetted fel a csatornádat, tehát hogy nem, mit tudom, gameplay videókkal értél el 16 ezer feliratkozót. Igen. És akkor egyszer csak így belecsapsz ilyen politikai kontentekbe is, akkor az azért karcosabb tud lenni, mint hogyha a legelejétől kezdve te egy ilyen arc voltál, tehát hogy akkor nem annyira lógsz ki, tehát nincs egy ilyen hatalmas váltás, nem egy ilyen arcul csapásként éri a közönséget. De még hogyha ezt is csinálod, azért sem fognak bannolni. Mert igazából... Persze, mert pénzt hozol nyilván, de... Igen. Gergő visszatért. Üdvít ismét! Egyébként el kéne köszönnünk. Nem, most még benne vagyunk. Még jó, oké, nyomjátok. 10 percet toljunk. Na, szóval hol tartottam? Elfelejtettem. Elnézést. A hirtelen karcos vélemény megfogalmazás. Ja, igen. Hát alapjáraton... Nem tudom, hol tartott a gondolatmenet. Összezavarodtam teljesen most. Ja. Szóval... Összeszedem a gondolataimat egy másodperc, hogy mit is akartam mondani. Tehát, hogyha hirtelen is váltasz témát, akkor sem háborodhatnak fel az emberek rajta, mert amikor kirakod a videódot egy címmel, és tudják, hogy mire kattintanak rá, akkor az tök mindegy, maximum lesz egy, mi az magyarul? Egy korhatáros korlát rajta, hogy 18 éven alattiak nem nézhetik meg. Azért mégiscsak van ilyen YouTube-on, viszont ezzel eleve már bukod a pénzt. Mert hogyha egy videón rajt van a 18 pluszos jelzés, akkor az demonetizálva van. Illetve, hogyha 13 éven alattiaknak készült a videó, azaz gyerekeknek, akkor pedig azért nem lehet rajta reklám, mert a gyerekek nem manipulálhatóak. Tehát akkor felteszek egy egyszerű kérdést. Itt a végre pénteknél, amikor töltjük fel az adásokat, akkor mindig kiválasztja, hogy nem gyermekeknek készül tartalom. Ezzel már bukjuk a monetizációt? Nem, ezzel még nem. Ezzel pont, hogy alátámasztjátok, hogy ez monetizálható ez a videó. Az a lényeg, hogy ne menjetek át túlságosan szélsőséges contentbe, ahol mondjuk, mit tudom én, trancsírozás pornó megy. Hát az talán nem lesz. Hát volt már a például. De az nem ment ki. Amikor már vér folyik, meg amikor nagyon erős politikai uszítás folyik egy videóban, akkor kapja meg azt a jelzőt, hogy ez uszító jellegű videó, hát, és 18 éven alattiak számára nem ajánlott. Ez meg esetünkben nézőpont kérdése. Abszolút nézőpont kérdése, igen. Hú, ez nehéz műfaj. Szerintem maradjunk meg ennél a podcast vonalon. Szerintem is mindenképpen. Nagyon komplikált, igen. Ja, figyeljetek, ez egy olyan adás lesz, amit én nem hallottam, úgyhogy meg tudom majd hallgatni. Van plusz egy okot, hogy miért vágd meg. Igen, bocsi srácok, csak tényleg egy olyan dolog volt, amit muszáj volt megbeszélnem egy ismerősömmel, de megoszthatom veletek is, mert hallgatónk most hívott fel, hogy koronavírusos lett, és nagyon nincsen jól, úgyhogy megkért egy-két dologra, kéne neki segíteni, tudod, így bevásárolni, meg ilyesmi, és hát azért aggódom érte, na. Hogy Luke Skywalkert idézzem. És közel lakik? Közel. Igen. És távol. Ja. Valamit még, félbeszakítottam valamit, vagy még lehet volna valamiről szó, ne haragudjatok. Igazából... Épp arról beszéltünk, hogy melyik nagy youtuber az, aki elfogadható lenne tévében, mármint, hogy jól tudná csinálni szerintünk. Hát a Dancsónak nem jött össze. A Dancsó megbukott, azt kielemeztem. Igen, ezt megbeszéltük. És akkor a Dani bedobta, hogy esetleg a Szirmai jó lehetne a tévére. Szerepelt ő tévében, csak nem kapott műsort. Interjút csináltak vele. Hát az nem tévéműsor, tehát hogy interjút bárkivel csinált, velem is csináltak már tévében. A Nessai próbálkozott. Nessai próbálkozott ezzel? A műsorvezetője volt a... Mi az a belevalónak. Nem, mi az a magyar kvízjáték a honfoglalónak. Tényleg. Igen. Tényleg. És neki amúgy jól állt. Mint honfoglaló műsorvezető. Érdekes, még bele nem nézném ki, hogy neki ez ment. Nem tudom miért. Lehet csak a kép, amit kialakítottam róla, az nem stimmelne tévébe. Lehetséges, hogy ezért. Tehát szerintem, hogy teljesen jó ilyen kvíz műsorvezető volt ott. Na, hogyha komolyan veszi magát, akkor mondjuk biztos megy neki. Ja. Szerintem nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a pankutyáik is feltűnjenek valamelyik ilyen
kora esti sávban. És vajon leveszik a napszemüveget? Nem, mert szerintem nem. Én ilyen tech műsor tudnék elképzelni még a Just Feed Man-nál. Igen, gyökér kütyüket ott tesztelget. A meg összerak. A Fábrinak volt régen a Design Center. A Design Center. Na, egy ilyen negyedórás műsort így el tudnék képzelni egy mondjuk a Comedy Centralon a Just Feed Man-nel. Oda szerintem teljesen beférne. A Fábrival együtt. Ja, tényleg ketten a Design Center-eznének. Magunknak milyen műsort tudnátok elképzelni? Beszélgetőset. Komolyan. Ja. Wow. A Bálintnak egy ilyen opera show-t. Azt adnám egyébként. Az jó lenne. A Bálintnak ilyen... Nem, nektek, kettőtöknek egy politikai jellemzős műsor, de nem magyar politikával, hanem így a külföldi politikával. Az a baj, hogy ahhoz nem értünk hozzá eléggé. Egymással beszélgessünk csak. Aha. A tévében. Igen, hát mi nem ilyen szokott lenni általában egy tévéműsor? Szerintem ehhez nincs meg a háttértudásunk a Bálinttal. Most így... nem várunk szerződéseket, csak hogy miben tudod magad elképzelni? Hát te lényegében ezt tanultad. Igen. Na, hát akkor de, valami sokkal de érted, többet nekem értesz. Csak egy BS diplomám van, tehát hogy de ehhez már, még de azért több... kéne egy mesterfokozat, meg kéne egy doktori, és akkor úgy legalább kb. Meg lenne a dolog. Hát, de már többet tudsz róla, mint én, vagy a Dani, vagy nem tudom, Bálint, neked neked is ilyen diplomád van? Igen. Na, hát igen, akkor... igen. Vagy már közelebb állnánk a valósághoz, mint mondjuk a Dancsó Péter, amikor az RTL-en akart sztár lenni. Annál mindenképp, de hát lássuk be, hogy itt nem az a cél, hogy a limbóba kijelöljük azt, hogy itt e fölött, ami fölött átugrott az a rúdugró csávó, az alatt én simán átmegyek, tehát hogy egyébként pedig egy kicsit komolyabb kihívások. Az ilyen elemző műsoroknak, amit Nógrádi Gyuri bácsi is nagyon jól tud csinálni, hogy gyorsan kell beszélni és frappánsan összekötni a gondolatokat. És egyébként a kettő között tök mindegy, mit mondasz. Nógrádi Gyuri bácsit hagyjuk. Ő a politikai elemzés Dancsó Péter. Én megmondom őszintén, én szeretnék egy olyan műsort majd valamikor, hogyha most így távlati célokból és álmokba beszélhetnék. Jó, ez legyen az utolsó, hogy ki milyen műsort vállalna, meg milyen műsora lenne neki. Én szeretnék egy olyat, mint a Partizán, a pop része. Tehát, hogy ilyen közéleti szereplők magánéleti beszélgetései? Aha, én engem az tökre érdekel, meg a történetük. Ez szilinórás inkább. Sajnálom, de nekem, én ezt akkor is... Én ezt nagyon szívesen csinálnám. Tehát, hogy ilyen mély interjúkat csinálnék emberekkel az életútjukról, hogy hogyan alakította az akkori politikai helyzet az életüket. Tehát nem ilyen mostani influencerekkel csinálnék, hanem olyan sztárokkal, előadókkal, énekesekkel, írókkal, művészekkel, bármi, akik mondjuk a rendszerváltás előtt éltek. És érdekelne az, hogy hogyan tudtak érvényesülni akkor. És hogy érvényesülnek ma, illetve hogy már kifutóban vannak, vagy most megint fölkap. Tehát én így ilyet szívesen csinálnék. Durva. Én nagyon adnék egy utazós blogot egyébként, vagy egy ilyen utazós vlogot. Azt nagyon élném. Egyébként én is elfelejtettem, de én lehet, hogy így nem mutatnék be mindent. Tehát nem egy városba, és akkor az utolsó, mit tudom én, a pisit köpő fiú szobrát is bemutatni, hanem akkor egy-egy ilyen mondjuk egy kocsmát. Csak hogy önazonos legyek. Hogy oda lemenni, és akkor mit elmondani, hogy hát itt már Ferenc József így egyszer ívott egy unikumot. Ez az ezer hosszú lépés Bálinta. Igen. De amit még... Amit még nagyon élnék, hogy betársulni ilyen társaságok mellé. Mit tudom én. Egy hét egy rock együttessel, és akkor mennék velük. Az se rossz amúgy. Az még jó hangzik. Így zúznám velük, aztán mit tudom, egy hét a... most hasamra ütök a Fradi foci csapatával. És velük is zúznék. És akkor velük is zúznék egy hetet. És akkor így csinálnánk erről ilyen videókat, hogy telik egyébként egy hetük. De ez egyébként ezt szerintem az úgy poén, hogyha nem egy emberrel tartasz, mert ezt már rohadt sokan megcsinálták, hanem akkor tényleg egy csoporttal. Igen. Hogy több ember. Dani, neked? Ez jó. Nekem az lenne a number one, hogyha anime hogyha kimehetnék Japánba, és Japánban, úgyhogy közben én is megtanulok profi japánul, hírességekkel csinálok interjúkat. Wow! Az akkora jó lenne, azt úgy élvezném. Tehát akkor lényegében neked egy ilyen utazós vlogod lenne, ilyen kis oktató és interjús jelleggel. Mm-hmm, ja, ez a különböző nagy arcok Japánból, így velük leülni és beszélgetni egy-két órát. A te műsorodat is egyébként a Comedy Centralon tudnám elképzelni.
Hülyéskednének a Besinzóval. De igen, azért mondom, mert ott van erre fölvevő közönség. Azt ugye általában hogy fiatalabb korosztály nézi, talán úgy veszem észre, mármint a műsorokból is. Szerintük mindenki, de... Ja. Azért akadnak idősebb nézőik is. Szüleim is nagyon szeretik például a Comedy Centralt. Na hát akkor ennyi. Tehát, hogy ott simán el tudnám képzelni. A Comedy Central nálam legalábbis klasszikusan az az adó, hogy berakom a háttérbe szóljon, és csak azért nem a Discovery-t rakom be, mert akkor bűntudatom van, hogy nem figyelek oda. Megmondom nektek őszintén, szerintem tévét utoljára jó, hogyha 3 vagy 4 éve nincs is bekötve otthon nálam a nekem tévé. Sincs. Nálunk be van, de én nem nézem. Esetleg, amikor lemegyek vacsorázni, és édesapám éppen benyomja a tévét, miközben tabletezik, akkor esetleg hallok egy-két foszlány szót belőle. Én a Discovery-n nagyon-nagyon fügtem a Gold Rush Alaszkán. Megmondom őszintén, a Discovery-n én zseniális. Is fügtem, de én a rákhalászokon. Az kb. Ugyanaz egyébként, csak az egyikbe aranyat túrnak, a másikba meg rákot halásznak, de kb. Ugyanaz. Én azt nagyon éltem, azt nagyon-nagyon királyozom. Én még annól a Mythbusters-t néztem nagyon. Azt én is. Az nagyon jó volt az a műsor. Bálint, te milyen műsort? Tudtad, hogy meghalt az ázsiai fazon? Aha, igen, hallottam. Szegény. Mi történt? Azt hiszem rákos volt szegény. Azt hiszem, igen. Ja, de az már nem mostanában volt. Az már egy-két éve, nem? Aha. Mm-hmm. Csak a múltkor futottam bele, és megdöbbentem. Te mi lenne, milyen műsort szeret? Ja, te mondtad azt az utazósat. De úgy utazósat, igen, hogy én konkrétan egyetlen egy pontot Észak-Korea. Mutatok. Hát én még országon belül is ellennék egyébként. Mm-hmm. Európában meg aztán bármit. Hát ez bármikor országon belül, érted? Veszünk egy GoPro-t, aztán nyomod. De én nagyon szeretem az olyanokat, amik mondjuk ilyen nem szerepelnek a turista kalauzokban. Egy urbexes műsor Bálintnak. Kitalálta, hogy neked van milyen műsor kéne. YouTube-on van? YouTube-on van, de tévében nincs. Az igaz. Ennyi. Egy ismeret. Discovery. Na. Vagy ennyi. A Dick HTV-n. Igen. Ja. Na, srácok, el kell köszönjünk, mert már bőven túlmentünk az 1 órán. Yeah. Szerintem mindig túlmegyünk, amikor ide jövök. Nincs ezzel baj. Valószínűleg hozzájárult az is, hogy én most sajnos majd ketté vágjuk. Bizonyos dolog miatt végül nem tudtam. Is? Nem és tudtam. Most a folytatás, ezt majd vágd be. Ja, jó. A következő részek tartalmából. Ez de jó volt. Ja. Na jól van, srácok, köszi, hogy itt voltatok velünk, iratkozzatok fel. Megcsengetjűzzétek meg a videót, így az van. Fontos. Ezt neked kell mondani, Dani, mindig. Küldjétek a Daninak azt a rohadt YouTube levelet. Ja. Magyar Posta. Hallod, YouTube, Dani, várja már. Vagy legalább ti a Daninak küldjetek egy levelet, mint ha ti lennétek a YouTube. Szegény, hát az még rosszabbul érinteni. De most be kéne mondanod a címedet, ez az a rész. Mert különben nem tudják, hogy... Köszönöm szépen, de azért nem érkezik a lehetőséggel inkább. Na, szóval iratkozzatok fel itt is, jelöljetek minket Facebookon, Instán is, kövessetek. Twitteren, ha megtaláltok, azonnal kövessetek be. Twitteren nem vagyunk. És küldjétek el nekünk is, hogy lássuk, hogy tényleg van ilyen Twitter oldal. És kommenteljetek. Ja, illetve érkezett még egy komment, ezt ki kell tárgyalni. Bálint, nem az előző podcastünkre, hanem az előttire, amikor a szólásmondásokkal, közmondásokkal foglalkoztunk, hogy Dóra nevű nézőnk, hallgatónk, igen, mivel Nézhet podcastünk is. Van. Ja, ő írta, hogy te kétsávos úton is mindig középen mész. Hát igazából sokkal könnyebb tartani az irányt. Jó, akkor legyen elég ennyi. Nekem van egy haverom, aki az jogosítványát, amikor először megszerezte, én szóltam rá az anyósülésen ülve, hogy én értem, hogy ő a jobbra tartást nem érzi magáénak, de azért az, hogy alattam megy el a felező vonal, azt én már egy picit túlzásnak gondolom. Ez valószínűleg ez így is van. Sokat ért Nagy-Britanniában. Ja, ennyi, köszönjük. Ja, illetve iratkozzatok fel a Dani csatornájára, Fire Eject, ugye ezen a néven találnak meg téged. Micsoda nagy képűség volt, tuti a félhallgató bázis az övéről. Nem baj, akkor is lehet, hogy iratkozzatok le, fel, hozzájuk ide a végre pénteket. Iratkozzatok le, és iratkozzatok fel újra. Nem, Danihoz is iratkozzatok fel, belinkeljük ismételten a csatornáját. Köszönöm szépen. A leírásba, és akkor legközelebb egy hét múlva találkozunk, legyen szép hétvégétek, sziasztok. Hello. Hello.